mozi szimulátor. Jó van, rohadjak, meg kíváncsi vagyok. Ez lesz én. Lesz egy különbejáratú séfem a moziba? Az ilyen ötcsillagos, Michelin csillagos uh, hely lesz. Végre, hogy ébrám vagy. Elnézést, csak most jöttem ide. Gyerünk, sietni kell, hogy kinyissuk a mozit kell lenni szóval a csajosom nem csak ezekre a szuper táncmozdulatokra fog megtanítani, hanem arra is, hogy hogy vezessem a családi mozit. Jó, siessünk. Jó, csajos, akkor menjünk, úristen! Bele, hasz, ha az percig ő, nyugtam lesz. Ő ha? Te, én erre rá nem lépek. Olyan, mint egy elcseszett ugrálóvár. Legrosszabb a Mi Miért? Mi csillog? Én csillogok? Hát én vagyok itt az igazi sztár, még jó. Jövettem a csillagokat, a tejutat. Ike! <laughs> Igen. Yeah. Oh, Cicák! Tudok venni zét. Azt hittem, hogy macskákat árultak. Összevök zavarodva. Azt hittem, hogy itt macskákat lehet kapni. Erre csak szottyát festéketek van? Na minden jó, van, érzem magam. Akkor kövessük a ragyogó utat. Csőcsajos, mi van? Le tudok verni egyet? Miért nem lehet ezekbe a szimulátorjátékokba akkor boxolni? Mi ez? Mi van, meghalok, ha ide bejövök? Miért vörösödik el? Úristen, hívd a mentőt, agyvérzésem van, halad? nem tudok bemenni. Oké, okay, betörünk akkor random emberekhez? Nem, az se lehet. <laughs> Mi ez? Ezzel lesz az első vetítésem? <laughs> Haló? Hello, jó napot! Porszivót jöttem eladni, kell porszivó? Nem, akkor rohadjál meg, maradjál retkes kárpitodon. Csajos, nem kéne ide szúnyak háló? Miért van itt minden tárva nyitva? Jézusom, nem lett volna könnyebb ide teleportálni egyből? Miért kellett ennyit sétáltatnod? Mi vagyok én fitness guru? Minek nézel te? Istenem, még közvetlen buszjárat se jött. Oké, okay, szolgáim ki a vendégeket. Miért én? Ki vagy te, hogy engem csicskáztatsz egyébként? Ez az én bozim, már megbocsássál. Ki hívott ide? Kiket mesinnel, kiszolgálom őket. Gondoltam, hogy nem a popcorn géppel adom ki a jegyüket, de azért kösz a 31 éves? 17 pluszos a film? Hát felülön mennyi? Érdekel engem? 9 éves? Te is bemehetsz. Nem tudom beengedni. Jó van. Mondjuk ebbe az épületbe ilyen kinézettel alapból nem engednék be senkit 18 év alatt, meg a fölött is csak a saját felelősségükre. Talán lehet, hogy elromlott valami projektor, az kapásból nem jó. Miért kezdek el kinyitni egyébként egy mozit, ha minden le van rothadva? És most ezzel én mit csináljak? Mi vagyok én tor szerinted, hogy ki tudom szedni belőle a villámlást, vagy mi? Fogd meg, el bele, csajos, kicsit felzsélézzük a hajadat. Na, a szerelő is én vagyok, meg a tula is, de a csicskásod is. Egyébként ez ilyen freestyle rap mozdulat, amit nyomsz? Hm? Szerencsére itt vagyunk. Szerencsére? Villámokat szór ez a gép. A közelében nem kéne lennünk. Elromlott a projektor. Fua, azt magadtól találtad ki? Nem is gondoltam volna, azt hittem, hogy ennek így kell működnie. Próbáljam megjavítani egy csavarkulcsot. Persze, ide elég lesz, hogy csavarkulcs határ. De úgy szikrázik, hogy egy profi villanyszerelő elfutna sírva előle, de biztos, hogy csak egy csavarkulcs kell ide, meg egy hozzá nem értő idióta. Jó, néha el fognak romlani a dolgok, és meg tudom javítani mindent, meg tudok javítani ebbe az egész építménybe egy csavarkulcsal. A szótárban a sokoldalú mellett az én képem szerepel ezek szerint szivac, és mindig újra kell kattintanom. Oh my god. Hát el fog romlani az egerem. Le fog rohadni a gombja miattatok. Tessék, ezt is megjavítottam. És te miért vagy itt akkor egyébként, ha én szerelek? Én állok a kasszában. Én vagyok itt a hely arca. Készen állunk arra, hogy elkezdjük a filmet? Aha, persze, mondjuk a fél mozi már állt, az a három ember, aki bejött. Ja nem, csak kettő. Várj, én ebben nem egyeztem bele. Én azért nyitottam saját mozit, hogy a saját videóimat játszom le. Tehát itt csak az én YouTube videóimra lehet jegyet venni. Ha túl mocskos, retkes, pusztulat Undarító a mozi, akkor lehúznak minket a Google értékelésekbe. Oké, okay, kell egy kefe, hogy feltakarítsak. Takarító szolgálat is én vagyok. Dolgozik itt rajtam kívül valaki? Morcik lesznek, ha nincs tisztaság. Meglepő módon nem egy mocskos undorító, visszateszító szemétdomban akarják élvezni a film élményüket. a hm, volna. Van egy PC-m, hogy fejleszek dolgokat, upgrade-elhetek, meg vehetek cuccokat. Játszani nem tudok. Fortnite van rajta boldogabbak lesznek a vásárlók, most, hogy van popcorn gépünk, biztos így beteljesednek az álmaik. Ennél többre mire vágyhatnak? Nem is kell már vetítenünk semmit. Csak eladjuk nekik a popcornt, és boldogan távoznak. Láthatom azt is, hogy milyen top filmek vannak, amikre nagy az érdeklődés. Alvás idő alatt tudom csak kicserélni a vetítendő filmeket. Nem, engem nem érdekel. Én kicserélem, miközben tele van a ház. Kiúzom a projektort, és abba hagyjátok szépen. Itt vagyok? Itt élek? Super. ez leginkább egy börtön szobára hasonlít. Hogy aludtam? Szerinted hogy aludtam ebben a cellában? Úristen, már ennyi küldetésem van? Mi csak most születtem meg? Hagyjál, már két percese vagyok itt. Merre voltam? Mi van, csajos, gyere! Nézd meg a ne hagyjatok itt! Ez most akkor kényszerből vagyok itt? Nem is választhatok? És ha én nem akarok mozit vezetni? Te mit akarsz, Kevin? Ez a reszkesetek betörőkből van a Kevin? Tudsz segíteni? Ha kifizeted. Elmentek a szüleim külföldre, és itt hagytak egyedül, jó, akkor ez az a Kevin. Unatkozik, ezért ő akar csapdákat felállítani a házban mindenfele, és hogy tudok-e segíteni anyagokat beszerezni neki. Nem drogdíler vagyok ám, nem az e bedolgozok. Nekem egy mozin van. Két deszkát kell neki találnom, de mit parancsol az hülye gyerek. Mi? Ú, te olyan kokit kapsz a fejedre. Hagyj engem békén, ki mondta, hogy segítek. Csak láttam beszélgetni egy csicska fejeddel, mert nagyon elveszettnek tűnt, gondoltam, hogy hívom a gyámügyet, vagy valami. Ki osztja nekem ez a szarosa feladatokat? Nincsenek is jegyek. Oh my god. Tegnaphoz képest nagyon felfutottunk. Jó, takarodj, oké, okay. szia, kövi. Ja, ó, hogy a bánat fejetek, gyertek, hát önkiszolgálóval kicsit átsúsztatod a segedet a pulton. Na, mindenképpen nekem kell. Mit akarsz? Kék popcorn? Jó, Jó van, itt van, de ha beszemetelsz, a fejedre lesz a popcorn húzva, azt hiszem. Ö, kaja még nincs, mert egy kicsit radioaktív a konyha, de majd megszereljük azt is. Change sign. Jó, ne, itt van, hülye gyere, gyere ide. Gyere, itt van, húzd már a fejedre akkor most, most megzabálod csak azért is. Itt van, akkor zabáljál. Ti most ezt így hipnotizálva vagytok? Vagy <laughs> mi történik? Mit nézel? Üres. Jó van, várjál, mert nem tudok leülni én is. Úgy, na, nézem én is akkor. Milyen jó filmet vetítünk. Oké. Okay. Ő Nem túl akciódus, nem? Szerinted ki fog meghanni először? Szerintem ő, mert eddig csak őt láttam a filmben. ez a kassza siker film, amit most vetítünk? Ide szemetel valaki, fejedet beledugom. Ó, találtam plenket hát, Egy random kisgyereknek ellopom a planket, akivel csak most találkoztam, teljesen logikus. Jó van, random kis csávó. hoztam neked cuccokat. Mit adsz cserébe? Inkább arról beszélgessünk. Figyelj, csináljam már ennek a grafitis kis ö, is csapdát, jó? Hát, nézd meg, mit csináljak ezzel? Ó, te megtalállak, te? Meg foglak gatyázni. Cinema ném mi legyen a neve? Iratkozz fel, 16 óra, így pont kijön. Így, és akkor ilyen gyönyörű lila lesz. Ah, százba került? Na mindegy, jó lesz ez. Iratkozz föl. Megy a film? Ó, guztustalan állatok. Barbárok. És ezt hogy szedjem fel amúgy? Kézzel? Ezzel egy hozzá a retkes üzétokhoz? Teleszlopált üvegetekhez? Nincs itt egy kuka? Hova rakjam a kukáimat? Ó, de guztustalan. Hát ide meg én sem akarok bejönni. És ezt hova rakjam? Nincs egy kukám. Ha? Jó, akkor hagyjatok meg takarítsd el a telefonodat. Most keresztül lett fosva a szék, vagy mi? Savas hányás telibe marta, vagy mi ez a lyuk? Kidumál, rohadt vagy. Hol az a másik? Valaki zűmög? Halad? Te fogd már be, ezt már nem látod viszont. És ti mit csináltok? Hagyjátok abba a szerelmeskedést nagyon gyorsan? Na most már guztustalanok vagytok. <laughs> Beúztam egy random szerelmes párnak. Na, el lehet hagyni a termet. Sziasztok, már nem láttál -e eleget belőle? Lefoglalod a helyet a többiek elől. Úúú, level up voltam. Cinema City, vigyázz! Vigyázz, mert véged lesz. Jó van, a retketeket fölnyaltam. Ó, gyere ide! Ó, gyere ide! Most agyon verhetem? Szerencsétlen gyereket? Ez legális egyébként, szerinted? ez az, azt az, hiszem, vissza ne is rohadék. Kipattogtatlak a popcornnal együtt. Mi ez? Mi ez? Te szégyentelen. Jó, feltakarítunk. Mi van? telehánytátok az előszobát is? Vagy mi? Mi van? Nem sikerült belecélozni a csészébe? Ennyire nem megy? Hogy mindenki összehugyozza magát állandóan? Ez nem kell, erre nem költünk pénzt ilyen marhaságokra, hogy kinézett, majd becsukod a szemed, ha valami nem tetszik. Hú, másfél csillagunk van, öcsém! Kiadott ilyen szarértékelést. Azt hiszem, beleverem a fejedet legközelebb, ha jössz. Nézzél, otthon filmeket. Egyébként a roható veszélyes ez az, az üveg, mert folyamatosan neki rohannék. Mi ez a Mikulás? Na ne szivassál már. -e. Jó van, hagyjál Mikulás díler a de Adjam oda a pénzem? Egy ilyen kis csicska szájúnak? Biztos, hogy nem. Keresem a bajt? Keresem, hát te so halad, szerintem nem vagy tisztában vele, hogy mennyi felgyülem lett, düh van bennem. <laughs> meg, hogy egy bészbólütőm van. Neked meg csak a csicska kis kislányos öklöd. Na így majd tisztelni fog a helyi maffia. Hölgyem, ne sétáljon bele ebbe az utcai verekedésbe, jó létszi. Próbálsz lekenyerezni valami random fitness mozdulatokkal, vagy mi? Egyébként én itt uh, nyugodtan halára agyon Verhettek egy embert az utca közepén? Most már ne fussál, hülye gyerek, gyere ide! Gyere ide! Nem engedi. Üljél le magadnak! Na, akkor most te adod oda a pénzet, csicskagyász. Kiteleportált ebből az univerzumból. Mit akarsz, akkor Miku mondja? Akarsz egy ajándékot? Hogy ne akarnék? Vagy ez ilyen cukros bácsi dolog, hogy ne álljunk szóba vele? Na mindegy. Ha de előbb segítenem kell, jó van. Ajándékozni akar az itteni gyerekeknek, de nem tudja a címüket. Gyűjtsd össze mindegyiküknek a lakcímét. Hát ez kicsit illegálisnak. Hangzik. Ups, tutorial. Keep an eye on your health. Nem fog újra töltödni az életem, hanem eszek. Sajtburgert nagyon gyorsan csapassá, jól Szíves. Azt a rohadt, mi a bánat ez? Ide bemeltek? Ó, az mi? Hú! Oh, huh. találtam 500 dollárt kell három kulcs ide, én ide akarok bejönni, engem nem érdekel most semmi más CCTV, van Vannak kamerák lát, ez olyan Five Nights at Freddy's feelingű, hát nem engedhetlek be, tesám, lecsuknak, és annyit nem ér az egész, hogy én itt fizessek persze nyilván, miért is uh, ne törne el, mi lenne, ha szimplán csak uh, még jobban darabokra törném ezzel a csavarkulcsal, és akkor kitölteném rajta a dühömet is, és nem kéne itt javítgatnom, kezdődik valami vetítés, szupi, ne szemetelje -e a fejedből kocs lesz. Valaki egyébként nekem mi a bánat van a szádba? Ezt nem az én büfémből vetted, kettes stúdió. Azt hiszem, ú, uh, hol volt? <síl> Takarítsd de szépen. Láttam, hogy a te volt. Oj, oj, oj. Ó, hogy a pofátland formát néz meg, valaki ide szart. Fogta magát is ide szart. Halad a hajadra, kenem, gyere ide. Vid magaddal szépen. És én ezzel mit csináljak? Rakjam ki ide, ez lesz a specialitás, vagy mi? Hova rakjam a kupat szarokat, amiket itt hagynak? Meg van, hogy hova kell dobni. Valakinek a videójában azt láttam, hogy fogta. Bocsi, éppen hozom a szart. Halad, ide ki kell jönni a megye másik felébe, hogy én ezt kidobjam. Jó van, ne keménykedjél, úgy jársz, mint a haverod. Boink, bucira verlek, és még bele is lépsz a szarba. Nézd meg, fúj, szaros a cipőd, fúj. Mi, mi ez a mozgás. Én csak jöttem kidobni a kupac szaromat, amit ott hagytak a vásárlók. Nem tudom, hogy miért vagy ilyen ellenséges velem. Úgy nézek ki, mint akit érdemes kirabolni. Kilóg a seggem a gatyámból, annyira csóró vagyok. Na, így, és akkor ide kell kidobni. Ide kell kijönnem. Change movie, és akkor, uh, ja, hogy meg is kell vennem a filmeket, és ezért külön el kell mennem. Ne szívassam már -e teljesen, jó? Akkor ezt a corpse grumot meg tudom venni. Van corpse grumotok, Nincs. Szivattok, és akkor hogy adjam le? Jó, hello beszélgessünk akkor. Van egy kívásom számodra? Egy filmed legyen számomra, nem érdekel. Miért ad nekem mindenki mellé küldetéseket? El kell adnom 50 jegyet. De a filmet még mindig nem tudtad odaadni. Megnézem a klotyókat még, hogy telefosták-e. Hát persze, hogy tele szarták. Nézd meg. Te? Hello? Ha veled mi van? Most kidobott a saját wc Átteleportáltam a másikba, tehát természetes módon, igen, még én megyek arrébb, amikor ő gázosítja el az én helyemet. Na mindegy, jó. Szeretjük az ingyen pénzt. Na hello, már 7 óra 4 van. Jó lesz az neked, csak vegyél már jegyet. Úgy na, szia, ne toljál, ne toljál, ne legyél ennyire erőszakos. 14, nem jó, menjetek haza valami gagyi youtubert nézni, mint ez ilyen Sixtó. Ja persze ezeknek a majomfejűeknek kell zaba is. Felvennéd? Nem tudom felvenni. Ja, mert van valami bánat a kezembe. Ó, oh, te idióta! Tele szemeteltem itt a zsebeimet, nézz oda! Na, igen? Jó van, meddig tart meg kipattogni? Na, hányan hánytátok tele a helyet? Hm? Hogy tetszik a film? Nagyon izgi, össze szarjátok magatokat, mi? Mi van a fele kisétált közben? Hát tele volt a terem. Nagyon van hűtlen ortó népség. Mennyi pénzem van? 3600. Nem tudok valamit ő újítani? 10.000 kéne az új stúdióhoz. Jó, hát csóró vagyok, mint a templom egere gyerekek. Lassan OnlyFans vetítést is elkezdek. Ú, uh, de szép sorba halad mindenki. Egyébként itt mindenki úgy sétál, mint az autók. Kicsit furák vagytok. Kezd kirázni a hideg a rideg fejetektől. Cső, sziasztok, húzatok már innen. Jön a következő turnus, nem gyanús? Persze, nyilván. Tehát ha itt jön rád, akkor itt jön rád, akkor itt kell kiengedni, csajos. Teljesen természetes. Én is általában a moziterem közepére szoktam egy jó nagyot kulát. Az első vásárló megkapja ezt a kupac szart, ami itt van a kezemben. Tele vagyunk, de beengedlek, ha kifizeted az eredeti egy dupláját, és a ülhetsz oda a sarokba. Idegesítő, valaki irritáló? Te vagy? Halott, bírja magaddal, Kösz, ezt eladom, oké? Okay? Te? Hello! Na van egy videó lejátszóm is, de ez duplán kifizetődik. Már szedtem össze egy iPhone-t, ti bírjatok magatokkal, jó? Három méterrel odébb van. mi van ö, ez ilyen ö, mentális petting vagy mi? Na már van két iPhone-om, két ö, kamerám, és még a jegyek árát is kifizették ezek az idióták, és azt nem tudom ö, viszont eladni valahol. Én ezek kereskedek. Nem kell kamera? Hm? Mindenki viselkedik úgy gondoltam, mint az iskolába. Szépen ki vagy húzva, ne görnyedjél, kussoljál, figyeljél, csöndbe legyél, szódagép, legyen szódagép is, mert így még több pénzt ki tudok szipolyozni belőlük. Két csillag? Hát de miért adsz két csillagot? Nem az én hibám, hogy szar film. Ha nem én rendeztem, én csak leadom. Hálatlan rohadékok, akkor nézzétek otthon, torrentezzétek le, fos minőségbe, meg ilyen török szinkronnal. Jó, mondjuk ne egy kupac szarral a kezedbe tapogasd mások popcornját! Ez nem szar, ez briós. Megmondták a mi kis falunkba is, ne legyél finnyes. Eltört, eltört! Mi kell neked? Koncentrálj. Emlékezz, hogy mit tanultál a megjavítós YouTube tutoriálokból. Azt, hogy ilyen gyökérségekhez inkább szakembert hívunk, ö, és nem várjuk meg, amíg megráz az áram. Mindenki viselkedik? Jó van, ne hányjátok hágyba egymást, jó? Ha lehet, nézd meg, én meg itt lebegek, mint a Jézus. Te? Kösz. Senki nem tanult meg viselkedni, és ha én visszavideózlak most, fizetnem kell, hogy itt nyithassak üzletet. Na majd azt meglátjuk. Hello? Te? Ne húzzatok már innen! Halott, a ha szétvered. Ó, hát nem tudtam, hogy a gettóban nyitottam üzletet, leszakad a pofám. Mi ez a gettó szimulátor? Mi szerezek be egy ak 47 vagy mi? Sweet popcorn, tessék, ilyen, ne dobd el, ad neki, ne öklöz meg a popcorn, -t. meg egy ilyet, meg egy ilyet, meg egy ilyet, tessék, még itt is vagytok, és még WC-t is pucoljak emellett. Senkinek nem kell ez a szutykos? Mindenkinek édes kell? Kirohad a fogatok, csak mondom. Nem mehetsz be, te meg nem tudsz bemenni, ha csak nem valakinek az ölébe ülsz be. Na, Tiszta retek, hányás, okádás, undorítóak vagytok. Fejlődtem, persze én vagyok az egyetlen, aki fejlődik ezektől a szarfelmosásoktól. Meg egyébként hányásfóbiám is van, szóval ez most hatalmas törés nekem, hogy rohadjatok meg. Miért nem adok egyébként ingyen hányózacskót a filmjeim mellé? Lehet, hogy ilyen szarok, és ezért csinálja ezt mindig mindenki? Valaki megint irritáló? Megkokizom a fejedet, tessék! Ezt ad ide nagyon gyorsan. Imádkozz el is azért, hogy ne kapjál még többet. Igen? Te mit csinálsz magaddal? Azért imádkozhatsz, amennyit akarsz. Ezt már nem kapod vissza. Na, no, lefőzöm még ezt a fajta kávét is, és akkor elmegyek a kupat szarjaitokkal. Mindjárt a biokomhoz. Ez mit áldogál itt magának? Akkor legyen már biztonsági őr. Mi Mik ezek a questek? Hogy megy a mozi minden? Oké, okay, persze, beleszarnak a stúdióba, meg szétverik a dolgaimat, de amúgy minden rendben, tök jó. Tehát ez biztos, hogy nem raktam ide ki. Hello. Hát, ha hát, nehogy hát, hát, már itt hirdessed magad az én mozimon, ingyen. Ha hát, milyen leöntözlek? Mi ez? Nézd meg, már megint valaki ágázosítja a mozimat. És most életem kirúgva a saját WC-mből megint. Upgrade-eljük a stúdiót, és marad 54 dollárunk, kilógass a maga Nézd meg, megint vár valaki, zaklatnak. Minden rendben? Persze, minden rendben volt, amíg nem jöttél vissza leszívni a lelked belőlem. Azon gondolkozik, hogy alkalmazottat keres a mozihoz. Most miért ő gondolkozik rajta, ha, ha az enyém a mozi? Igen, most raktad fel a posztert, észrevettem, és engem meg se kérdeztél, csajos, de mindegy, bele foglak építeni ebbe az üvegbe mindjárt. Hát ki ez te? És te fogod fizetni egyébként? Te fogod fizetni, mert nem én. Ingyen fognak itt dolgozni az emberek, vagy mi? Egy jegyszedőt fel kéne venni. Fel tudok venni embert? Mennyibe kerül? Mennyibe kerül? Be kell hozzáfejezni a main questeket. Oh my god. Megint itt ez a csöves bánat. Halad? Nehogy! Takarodja! Takarodja! Ó! de miért nem tudom? <laughs> Bro, what? Akkor mire kergetem egyáltalán? Akkor jöjjön be, verjen szét mindent, aztán csak úgy hagyjuk neki. Ezért uh, egy bazukát? szerezzek be, hogy itt arcon robbanthassam, amikor bejön. Mi ez GTA San Andreas, hogy mi? Mindenki viselkedik? Ajánlom is, mert már nincs idegrendszerem több idiótához ma. Húzd ki magad, meg se szólalsz. Levegőt is csak szolidan vegyél, jó? Na, nem fosott még be senki a szék alá? Nem? Jó, van, akkor addig beülök én is mozizni. Úristen, hogy tudjátok ezt a szart nézni? A végén mindegyik meghal. Mi ez? Nem tudok ilyen um árnyék figurákat vetíteni nekik? Nincs több izé, ülés, de mondjuk nem tudom, hogy miért kell ezeknek ennyi ülés. 17 ezer a következő upgrade. <coughs> Miből legyen ennyi pénzem? Ez már megint elromlott. Te, mint a mekibe a fagyigép, ez annyi szoromlik el. Ez többször rossz, mint jó, hello, jövök már, Jézusom, há, mikor lettetek ennyien? Olyan filmet kéne venni, ami nem ő, korfüggő, és akkor nem kéne azon gondolkozom, hogy kit engedhetek be, meg kit nem, mert ez nekem túl sok agy munka jó? Na, tőlem ezt ne várd el, légy szíves. Megint elromlott a szódagép. Mindent használtam. 30 évesen vettem, vagy mi? Semmi se fog működni? Menjél, tesó, csak, nekem mindegy, fullan vagyunk megint? Ja, hát mondjuk, ha nem egy miniatűr falunapra való helyet béreltem volna ki, vagy vettem volna meg, akkor talán többen is beférnének. Mondjuk egyébként még simán beférnének, jó páran. Tehát valaki ül a másik fejére, másik nyakába, bánom is én, oldjátok meg, nem akartok egy kis családias környezetben élni. És miért a 17 pluszosra akar mindegyik kis segdugaszba menni, ezt nem értem. Irritáló vendég? Valahol irritáló vendég van, mondjuk engem mindegyik irritál, szóval... Te? Jó van, igen. Te viselkedjél, ne itt pletyizzél, jó? Kihangosítja aztán az életét, itt beszélik ki, hát ki kíváncsi rá, senki. Csináljál vizé vlogot, vagy mit bánom én, ha ennyire meg akarod osztani a nyomorodat. De ne itt, jó? Nem te vagy a középpontba köszi szépen, hanem én. <laughs> Kisiskolás gyerek, segíthetek? Igen, mondd meg a címedet. Igen, az nem feltűnő. Ez, de, ez egyáltalán nem feltűnő. Halod? el fog vinni a rendőrség. Ráadásul a rendőrség előtt csináltam, jó van akkor. De egyébként még mindig nyitva vagyok. Lehet, hogy arra is kéne koncentrálnom, hogy vannak vevőim talán. Nem, nincsenek, oké, okay. nem tudom, miért aggódtam. E, mindenki a fejemre. Jó, van, takarítsunk ki az undorító pofátok után. Bezeg egyébként, a WC-be pont nem találok kupat soha. Csak bent a vetítőterembe. Tehát érted ezt a logikát? Nem, mert nincs mögötte semmi logika. Megijött valami idióta. Szerintem jobban járok oda, sem megyek hozzá. Hozzá. lehet, hogy megunja, aztán nem veri szét a képemet. Az túl sokat, oda megyek, mert egyszerűen immunis a koponya beverő képességeimre, nem tudom. Tehát uh, lehet, hogy agyleben műtéte volt, aztán már titániumból van a feje, de mindegy. So a machine is broke. Jó, tehát a, a, nyugalom is az észérve az nem oldotta meg ezt a gondot. Projektor eltörve. Ja, hogy ő most a töri, amíg nem kergetem. El kell kapnom, mert különben szétver mindent. Jó, szuper. Ó! Oh! ez a játék komolyan mondom, az idegeimre megy. Tehát ettől kedvem támad rá googlizni a természetes nyugtatókra. 3500 egy fejlesztés, vagy ezt a csavarkulcsot, vagy mi a bánatomat fejlesztjük, hogy gyorsabban tudjam kiavítani a dükezelési problémás helyi gengszterek hibáit. Kimérges. Milyen mérges fejek vannak? Na nézd meg, jó van, most mindenki berágott. Eddig többet sebeztem, nem? Itt leszünk délig, itt egy uh, egymás előtt, azt hiszem.